Hát itt vagyunk idején. Janya, lépünk a kohágybe. Be van készítve nekünk a kemencébe egy kis tűre való. Mindjárt begyújtjuk. És akkor a szalmát meggyújtja. Vesszük a tévéajtót, és szépen úgy tesszük most csak be, hogy ott fölül ki tudjon menni, így jobb lesz a húzat. Most becsukjuk az ajtót. Még van 3 kéve pluszba, amit majd később rárakunk, de csak ráosztva, tehát kévénként, amikor parázsol, az csak akkor szabad rárakni, mert akkor nem füstöl ki az ajtaján. Látjátok, milyen jól ég. Ennek felettébb örülök. És még a kályha is tudtunk leégni. Ennyire még hajítsunk egy kis ilyen beindítót. Még egy kicsit beindítja. Úgy lehet, egy kis fát is kéne erre. Kályára. Na. Hát egyébként jól néz itt ki minden. Ez a konyha egy kicsit rumli van, kicsit széjjelej van pakolva, de nem baj. De tűzre való. Vannak a kemencének a tartozékai. Sütőlapát szinte majdnem a plafonig ér, jó hosszú nyéllel, jó nagy fejjel. Ez a vonyó, amivel ki kell hamuzni. Van egy söprű lapát, meg van egy kisebb sütőlapát is. Így fele akkora. Hát még mi van? Meg egy villa. Ugye a szalmával szoktam begyújtani a tolajkévéket. Hát akkor itt egy tükörés akkor. Pont jó, hogy megigazítom a hajomat egy kicsit. Igen. Halljátok, hogy ropog benne a tűz. Na. Jó. Jó van. Ez a szél is jó. No. És akkor most bemegyünk így a szobába. Tiszta szobába. Van ez a kis kemencekáj. Jó meleg van, egész végét benne a tűn. Jó szokája csövés van. Jaj, te nézzük. Gyönyörűen ég. Jó meleg is van. Más már nem is kap. Csutka. Egy kis rica szár. Tűzre való helyén. Na. Sziasztok! Itt most láthatjátok kenyérdagasztó teknyőt. Most kenyeret fogunk sütni. Először is átszitáljuk a lisztet.
És először a fehér lisztet fogjuk átszitálni. Jaj. Nézzük csak. Két kenyeret fogunk sütni. Akkor azt mondja, hogy 400 g liszt, az úgy összesen a fél kiló. Azt mondja, 100, és még 50. Itt 350 és 440. Akkor ahhoz még egy teljes kiölésű liszt. Addig átszitáljuk ezt a lisztet. Gyönyörű, szép liszt, finom, puha. Akkor nézzük csak 50-et ebből. Bőven még van az 50. Ilyen szépen átszitáljuk. Azt még olyan rostját is lehet belerakni. Igen. Ezt ide visszahúzzuk, visszasöpörjük. Mindig. Ez eddig fél kilóhoz jó. Ugyanezt a folyamatot, és akkor ugyanennyi lisztből. Na itt kimélyítettünk egy lukat benne. Két kenyérre valót kell kiszámolni a recepthez. És akkor... vegyessen. Fehér liszt, teljes kiölésű liszt. És akkor 240 ml víz. Annak ebbe 4x200. Minden kell, nézzük. Oké. Beleraktuk az egyiket. Beleraktuk a másikat. A többit pedig belemérjük egy kis tálba. Amiben az élesztőt felfuttatjuk. A harmadik. Hát akkor három a teknőbe, egyet meg oda tálba. Na. Itt viszonylag pontosan kell nézni.
No, akkor belemérjük a dolgokat, felfutatjuk az élesztőt, sót, cukrot. Sóból azt mondja, hogy egy teás kanál só és egy ebű kanál cukor. Belerakjuk, összedolgozzuk. És hát akkor most elkezdjük összedolgozni szépen. Benne van minden. Receptet legyen a végére, akkor pofon így szerint összeegyük. Azért mondok a videóban olyan dolgokat, hogyha mi is egy csinálom, akkor légy szíves, írjátok meg kommentbe. Lehet, hogy el fogom felejteni, hogy kirakjam a receptet. Úgyhogy küldjem el valakinek lélemben, amit tudom. Én igyekszek elmondani a receptet szépen, hogy mindenkinek meglegyen, hogy kell csinálni. Szépen sorjában egyébe. És van nagyon fontos, hogy megszitáljuk a lisztet. Az nincs legjobb a receptet. Alapvető dolog, hogy kenjen neki, meg köszítem, hogy köszítem. Úgy kenjen tisztán, nagyon fontos a bánás, hogy tényleg így az a figyelésre szólunk a tészt. Ebből nem kell egy kemény tésztet, ebből így jó. Másféle bőkkanál vizet. Én nem szoktam vinni, nem a hosszak olyan több bele. Így az egész.
Szervusz! Szervusz, kívánság van. Meleg szuka. Ez nem meleg itt. Nem, valami nem tud égnél. Esik de a hó. Meleg neki. Hát azt észrevettem, hogy esik a hó. Nem is azért nem tud. Nem is foglalkozok tovább. Ahogy hívják a tűzre valóval. Nincsi, nekem egy kis lisztet légy szíves. Honnan? Itt van. Rögtön. Nem rögtön, most külön. Antikám, ha rögtön nem megfelelő időpont, akkor nem tudok mit kezdeni, akkor legfeljebb nem. Akkor legfeljebb nem ütök. Érted? Kezedre vigyázz. Kezemre öntsed. Na! Most megy a videó. Igen. Még mindig öntsem? Hát szólok, elég lesz. De van még liszter. Ez az összes. Ezt még be kell osztani, majd kenyérsítést. Hát itt van a teljes kötésű. Ez a teljes kivelésű az... Megy a videó? Nem annyira jó ahhoz. Hm? Megy. Igen. Ez ki kell húzni így. De figyelj már ide, hát az egész nem fog ráférni. Nem is az egészet vettem így. De még mindig megy. Uh-huh. Így akkor lapítgatjuk, hogy nagyobb helyen férjen, könnyebben meg fog kelni. Uh-huh. Szépen kidolgoztuk. Ránézhetek? Uh-huh. Uh-huh. Most kéne megállítani egy kicsit, mert felibe van. És akkor megint nem ártana egy kis liszt? Mindjárt. 12 percnél tart, az ezt nem lesz, aki végignézze. Kenyésítés ez nem egy olyan lassú dolog. Jó. Én ezt nagyon jól tudom, de már most kezdjük ismerni az embereknek a indulás. Elég lesz a mának. Én megyek, azt csinálok egy kis, kukoricát, ha akarod, akkor csinálok, tehetsz bele kukoricabarát is. Azt nem akarod bele. Nem is darálunk. Csak. De nem látszik, hogy kenyérsütő lapátot meglisztesztem. Na, mi de látszik. Elében? De látszik. De látszik? Na. Ott van. Na, ott van. Hát, ott van. Hú, tetszenek látni? Csak kicsi a hely, nem? Ne erőj, gyere meg! Hát, akkora nyeled van, hogy én arról nem tudok menni. Kést hova raktad? Hova hiszen tudájába? Hát ahova tetted, édesfiam, én nem nyújtam hozzá. Na, akkor lehet veszekedni. Ott lehet, hogy volt ott. Itt van. Szerintem. Na, akkor kitette. Be kell úgy írdani itt a szélit, mint a dorozsmai cipónak. De édes egy Antal fiam. Az már ide a másikat is, aztán írdaljad. De egyszerre nem lehet. Ja, hogy egyszerre csak egyet írdalhatsz, jó? Aztán na, leke, innen lejám. De kenjük vízzel. Engedjél, mert nem ki. Édes egy fiam, itt aztán a kajabálláson kívül minden nem, nagyon. Nem olyan, itt sürgölődni kell. Hát akkor ne hívjál be engem. Én nem fogok neked se sürgölődni, se ugrálni. De nem neked kő, hanem nekem kő sürgölődni. Közben el lehet mondani, hogy itt a... Nem mondta semmit. Jön a füst, meg a... Minden van. Azt mindenki tudja. Tényleg? Hát én nem tudtam. Megint. Na, már megint ugrál. Már megint. Na de hát... Minek francnak videózol, hogyha...
Hát a hátadat, édesem, a hátadat, mert nem látok mást. Ne, itt más nem látszik a videón. Na, oda nézünk. Na, talán a kenyér is látszik most egy kicsit. De ne bögdössél oldalba, mert ha én visszabökök, abból baj lesz. Állj félrébb. Hát, állj félrébb. Most volt egy kis lehetőség arra, hogy... arra, hogy a lényegből is fölvegyünk. Na, akkor én ezt megállítom. Ne állíts meg! Mert hogy mi van még? Még meg kéne nézni Lisztet. Hát akkor tessék. Csak a tarkódat tudom felvenni. Megszórjuk a kenyereket. Jó. De ennek nem tudok állítani a fényén, úgyhogy a kenyerekből éppen semmi nem látszik. De a többi dolog látszik. Hát a parázs egy kicsit. És itt akkor ebben a ruhával betömködjük. Igen. Hogy ne menjen ki a forróság. Ez ugye olyan ruhaanyag, ami bírja a forróság főfelé megy. Ott a sarkoknál, vagy annak menni is kell. Kevésnek kell, igen, de többi róla darab nincs. És fiam, ha elhasználtad őket, akkor nincs. Mi valami ügyetlen videót fővé kell csinálni? De ez biztos, hogy az lett. De szerintem megállítom, mert felin jóval túl vagyunk. 4. Készen vannak a kenyerek. Na de ez ahhoz, hogy... Szépen megsültek, ne beszélj. Látjátok, az alja is gyönyörű lett. Látjátok. A másiknak is. Na nézzük. Ugye ez hamuba, jó, ugye? Hamiba sült úgy körülbelül. Haminak sült. Hamuban. Tehát ugye eligazgatjuk a porozsot a kemencébe, de ez csak kenyérsütőlapáton vettünk. De ez nem kenyér, ez a sapkám. Nem a sapkád. Megnézzétek. Na, egyik. Na, sziasztok, köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Sziasztok!